Ha a martonvásári kukorica, illetve gabona nemesítést nézzük, akkor most milyen helyzetben vagytok, professzor úr? Nemesítésünk hagyományosan kiemelkedő, magyarországi szinten is, és igen elismert nemzetközileg is. Ez bizonyítja az export képessége mind a gabonafajtáink vetőmagjának, mind pedig a kukorica hibridjeinknek is. Ez nem csak a Kárpát-medence országaira terjed, hanem sokkal távolabbi országokban is. Így például még mindig nagy piacot jelentenek nekünk a balti államok, az Orosz Federáció, Ukrajna is bizonyos mértékben kezd visszajönni a vetőmag értékesítési palettánkra, de a nagy koncentrált terület az a Kárpát-medence országai, magyarul a szomszédok, tehát Románia, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, de vannak távolabbi országokban is érdekeltségeink. Van olyan gabonafajtánk, ami kanadai piacon van, és van olyan, ami Angliában, tehát az EU-s piacon is, amennyire lehet, megpróbálunk részt venni, Franciaországba és Németországba is. Szabad a piac, ami azt jelenti, hogy nem csak mi visszük ki a vetőmagjainkat a külföldi országokba, hanem onnan is érkezik jócskán ide. Hogyan lehet ezt a nyomást kivédeni? Hogyan tudtok ellenállni? Az alap, ami miatt van egy helyzeti előnyünk, hogy ez a esmona a gabonafélékre értendő, hogy az a, mondjuk úgy, hogy génbank, ami a birtokunkban van, az 16 ezer tételt jelent. Ezekre építve a Kárpát-medence geográfiai, környezeti adottságaira, a klimatikus viszonyaihoz adaptálódott növények állnak rendelkezésünkre, amelyekből tudunk építkezni szemben a más területekről érkező eredeti génforrásokra. Ez egy komoly helyzeti előny. A kukorica az sokkal inkább világi növény, hiszen eredete is az messze a tengeren túlról származik, ugye Mexikóból, és sokkal inkább vált nemzetközivé a gabonához képest. A genetika az egy része csak itt a fejlődésnek, de hát ugye ahhoz, hogy fejlődni tudjatok, előre tudjatok menni, ahhoz pénz is kell. Van erre lehetőségetek? Van elég pénz a fejlesztésekre? Hát ugye ezt mindig azt szokták mondani, hogy a pénz sose elég. Lehetőségeinkhez képest elég jól tudunk sáfárkodni azzal, hogy a gabona és a kukorica hibridjeinkből a beszedett licencdíjat mi visszaforgatjuk a nemesítésbe. Ez egy jelentős összeg, hiszen a pénzforgalmunknak a 25%-át teszi ki, azonban ezen még lehetne javítani, sok minden téren, például egy olyan korszerű agrotechnikának a népszerűsítésével, ami ezekhez a fajtáinkhoz adottak és ki is dolgozottak, de ezt el kell érnünk a gazdákat, hogy ezt megfelelő fegyelemmel és szakmaisággal fogadják is be. Komoly fejlesztéseket terveztetek itt az elkövetkezendő időszakban. Ezekkel hogy álltok? Elindultunk, mi szeretnénk gyorsabban haladni, ez inkább bürokratikus okok miatt nem történt meg. Egy része már, főleg a műszaki fejlesztéseiben már megvalósult, ez a Fitotron épületben lévő korszerűsítés, új laboratóriumok kialakítása, műszerparkoknak a korszerűsítése, új olyan metabolomikai platformot állítottunk hadrendbe, amellyel a legnagyobb mértékben tudunk hozzájárulni a legkorszerűbb analitikai munkáknak, tehát a élelmiszer minőség biztosítás szempontjából jelentős. Itt olyan műszerpark áll rendelkezésünkre, amely párját ritkítja a közép-európai országok területén. Most közbeszereztetjük a fenotipizáló platformot, amely segíteni fogja nagymértékben és meggyorsítani, és hogy úgy mondjam, digitalizálni a nemesítési programjainkat. A napokban Nagy István miniszter úr is itt járt nálatok, és megbeszélést tartottatok arról, hogy egy vetőmag üzemet fogtok majd itt építeni. Először is szeretném, hogy nagy megtiszteltetés volt, és elismerés Martonvásárnak, hogy miniszter úr látogatást tett az intézetünkben, és néhány gondolatot meg tudtunk osztani vele.
a vetőmagpiac az óriási nyomás alatt van, a nagy multinacionális vállalatok kezében van, hiszen Magyarországon közel 2000 milliárdos a vetőmag biznisz, ahogy mondják. Ebből sajnos több mint 90% az a multinacionális cégek kezében van. Szeretnénk azt, hogy a mi három cégünk valamilyen átszervezés folytán egy holdingban, egy ütőképesebb, a magyar vetőmag ipar számára egy ütőképes üzemet állítson elő. Remélem azt, hogy ehhez megfelelő állami segítséget is kapunk, ahhoz, hogy ez meg is valósuljon, és a nyíltság mind a tárca részéről, mint pedig a városfejlesztési koncepcióval, nem szóval arról, hogy az LKH, tehát az új kutatási hálózat vezetése is támogatja az ilyen jellegű törekvéseinket.